Köszöntöm Önöket Kultúrvarázs című műsorunk elején. Az elkövetkező percekben szólunk egy versszínházi estről, anyáknapi játszóházról és a kézimunkázóink sikereiről. Tartsanak velünk! Különleges hangulatú versszínházi esttel lepte meg a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár közönségét a népszerű magyarországi színészházaspár Talián Marianna és Lázár Balázs, akik Vörös Sándor és Károly Jami verseiből állították össze a Piros Ruhában, Szerelemben című estjüket. A Magyar Írószövetség felkérésére Vörös Sándor születésének 100 éves jubileuma alkalmába készült ez az est. Az esten, amelyet a Juhász Erzsébet könyvtár igazgatónője Nára Éva nyitott meg, Vörös Sándor és Károly Ami kapcsolatát dolgozták fel. Egy kedves művészházaspárral ismerkedtünk meg a Juhász Erzsébet könyvtárban, Topolyán, mégpedig Talián Mariannal és Lázár Balázssal. Mióta foglalkoznak ezzel? Versszínházat 2010 óta alkotunk, és az első egy felkérésre született, 500 év magyar békesség óhajtó verséből megjelent egy ilyen kiadvány, és a kiadó kért fel minket, és ez volt az első közös munkánk, mondhatom, és tényleg már ebben az estben ez egy szép szakrális es lett, tényleg így a békéről, a társadalmi bék és az egyéni békének a fontosságáról, amely előadást elhoztunk Magyar Kanizsára is, egyébként is nagy szerű este volt, hát ugye itt a Vajdaságon azt hiszem, hogy ez a béke-békesség még erősebben és még érvényesebben szóltotta az előadást, tehát valójában mind a nézők, mind mi is megkönnyeztük ezt, ugye itt a elmúlt évtizedek eseményeiből sokkal jobban megszülettek ezek a dolgok, és Marian, ő hegedűs és színésznő, én pedig hát szintén a színművészeti főiskolán végeztem Budapest, és én mellette költő vagyok, és így összehoztuk ezt az összművészeti képességeinket, és azóta is ennek az összművészetnek a szellemében készítjük ezt az előadásainkat. Ez a mai Vörös Sándor Károly Emmi előadás, ez 2 évvel ezelőtt született Vörös Sándor születésének 100. évfordulója, és Károly Emmi halálának 10. évfordulója alkalmából. És egy kérdés Mariannhoz is, és milyen élmény a verseken keresztül megélni kettejük kapcsolatát, hisz házastársak? Igen, pont ezt akartam mondani, nem csak egy egyetemre jártunk, hanem házasok is vagyunk, de nem az egyetemen házasodtunk össze, hanem 10 évvel később, a főiskola elvégzése után. Úgyhogy nekünk ez tulajdonképpen testre szabott feladat volt, mert hiszen mi is mind a ketten alkotó művészek vagyunk, és Vörös Sándor és Károly Ami kapcsolatában is ez volt a legnehezebb, hogy mind a ketten alkotó művészek voltak, ráadásul mind a ketten költők. Ugyanakkor Vörös Sándor egy zseni volt. Ezt Károly Ami nagyon hamar felfedezte, meg ugye a külvilág is, tehát Vörös Sándor nagyon híres volt, elfogadott volt, míg Károly Ami egy árnyék volt kicsit mögötte. Ezt akartuk megjeleníteni az estben, illetve azt, hogy nem volt gyerekük, aminek több oka volt. Elsősorban az, hogy Vörös Sándor maga volt egy nagyon nagy gyerek. És Károly Aminak egyszerűen föl kellett nevelni, egyszerűen nevelni kellett ezt a nagyra nőtt gyereket, hogy a zsenialitását ki tudja élni, és meg tudja alkotni a műveit, amit ma is nagy örömmel olvasunk. Most miután házasok vagyunk, ezért egy kicsit így testre szabtuk, a verseket igyekeztünk úgy megkeresni, hogy olyan verseket választottunk, amit meg tudunk magunkból szólaltatni, és így alakult ki ez a párbeszédszerű forma. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy azért is volt jó ezt az előadást csinálni, mert a Vörös Sándor és Károly Ami nagyon hasonlóak hozzánk alkatilag, vagy inkább szerényebben mondva, mi vagyunk hozzá hasonlóak alkatilag, de a lényeg, hogy Mária Ami külsőre is nagyon hasonlít Károly Amihoz, szőke kékszemű és a hangja is, én meg inkább így belsőleg ebből a
kisfiús, anyai vigyázó szemekre szükségeltető alkat, és tulajdonképpen az, hogy ilyen házaspárok, költőházaspárok életét dolgozzuk úgymond fel, ez így a mi kapcsolatunkra is, mond egy ilyen áldás, egyfajta pszichoterápia is, ha lehet ezt így mondani, a kapcsolatunkba, tehát, hogy sok olyan mindent el tudunk mondani így a verseken keresztül egymásnak, amit mondjuk máshogy lehet, hogy nem tudnánk elmondani, úgyhogy ezek mindig számunkra is nem csak mint színészeknek nagyszerű élmények, de mint házastársnak is egy élmény, egy ilyen előadás, ahol egymáshoz szólhatunk a verseken keresztül. És szemnél szebb gyermekverseket is hallottunk itt ezen az esten. Hát igen, nem véletlenül, pont ezzel szerettük volna itt a gyermeki lelkületét Vörös Sándornak megmutatni. Ugyanakkor az őszi éjjel izzik a galagonya, ezt egy szerelmes versként írta Vörös Sándor. Nem szeretnék tabukat döntögetni, de azt a szerelmes verset nem a feleségének írta, hanem egy Polc Ellen nevű költőnőhöz írta, ahogy az később kiderült, de minden esetre ez egy szerelmes vers, és mi az estünkben természetesen ezt a Aminak szóló szerelmes versként adtuk elő. Tehát ezek szerves részét képezték ezek a előadások, illetve ezek a versek az előadásnak, enélkül nem is lehetne teljes a gyerekversek nélkül a Vörösi életmű, amik sokszor nem is gyerekversek egyébként, hanem igazán felnőtteknek szóló versek. Igen, ez pont azért került az est közepére, mert pont azt a gyermektelenséget azzal oldották fel, hogy ők maguk egy picit olyanok voltak, mint a gyerekek. Azt mesélik róluk, hogy nem is voltak földi lények. Tehát aki ismerte őket, azt mondta nekünk, hogy mertétek ezt felvállalni, hogy őket megjelenítsétek, hiszen ők nem is földi lények voltak, hanem manók, tündérek keveréke. Ilyen éteri jelenségek. 2010-ben kezdték ezt a versszínház alkotást, ugye itt van most a legújabb, és a jövőben mit terveznek? Hát ismét egy költőházas pár életét szeretnénk feldolgozni, mégpedig a 90 éve született Nagy László és a felesége Szécsi Margit életét. Ez annyiból lesz nehezebb feladat, hogy ők azért eléggé más alkatok, mint mi. Tehát, mint hogy Vörös Sándornál és Károlyi Aminál alkatilag hamar egymásra hangulódtunk egymáshoz. Itt Nagy László és Szécsi Margit két nagyszerű költő, másfajta, máshonnan fogalmazó, de szintén zseniális, nagyszerű költők, és ezt az előadásunkat május 28-án mutatjuk be a Magyar Írószövetség székházában, és bízunk benne, hogy sok helyre eljutunk majd ezzel az előadással is, így Topolyára és a Bácskába is. Várjuk Önöket a jövőben is. Beszéljek Sándorról? Én inkább Sándorral beszélek. Szavakról, nyelvi alakzatokról, amelyeket ma már alig használnak. Ki mondja ma már kötél helyett istránk? Kötél és kész. Ilyenekről beszélgetünk, és nem az ismerősök visel dolgairól. A mi életünkben nemigen férnek bele anekdoták. Ellenben elmesélni való szenzáció volt, ha a cica ásít, vagy egy harmadik szomszédbeli kislány a kertkapunál belágyakozik hozzánk. Gyerekek és állatok érezték meg, hogy itt találnak meg az igazi vacskó. A Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár Anyák napja a Manóházban címmel kézműves játszóházat szervezett a 4-től 7 éves gyermekek számára, Anyák napi játszóház címmel pedig
a 8-tól 12 évesek számára volt foglalkozás. Újra itt vagyunk a Népkönyvtárban, a Juhász Erzsébet könyvtárban, ahol a gyerekekkel az anyák napi ünnepségre készülünk. Mindenki otthon majd az anyukáját egy nagyon szép kis vázával fogja tudni köszönteni. Üveggel dolgozunk, műanyagüveggel, amire a gyerekek fonalat ragasztanak a mai napon, és ezzel díszítik ezt a vázát. A vázában, hogyha marad időnk, akkor még virágot is fogunk készíteni, amivel anyukákat május első vasárnapján fel tudják majd köszönteni. A kis csoport után érkezni fognak hozzánk a nagyobb gyerkőcök, ővelük is az anyák napjára fogunk készülni, hogy mindenki méltón ünnepelhesse majd ezt a kedves ünnepet. A következő foglalkozásra május folyamán fog sor kerülni, ahol már egy kicsit készülődni fogunk a nyári szünetre, egy kicsit élvezni fogjuk a szép időt is. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where are the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember. So you never could call it. Don't need my name on my show. You could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, coulda got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you coulda saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm out of baseball, trying to go home. Sikeresen szerepeltek a Topolyai Nyugdíjas Egyesület Orchidea kézimunkacsoportjának tagjai a 45. Nemzetközi Képzőművészeti Kézimunka Kézműves és Gyűjtemény kiállításon a Mirken. 71. 14. második és 16. nívódíjat sikerült megszerezniük munkáikkal. Az elért eredményhez Ortó Károly, a Nyugdíjas Egyesület alelnöke, és Szabó Gizella, a csoport vezetője gratulált és kiosztotta az okleveleket.
Üdvözlöm a kézi munkacsoport tagjait ezen a szép összejövetelen, és annyit el kell, hogy mondjak, hogy büszkék vagyunk arra, hogy ilyen népes tagokat számol ez a kézi munkacsoport. Tehát a Nyugdíjas Egyesület keretein belül több szekció, több csoport működik. Nem akarom őket felsorolni, aktívak, minden csoport aktív, de az egyik legaktívabb a kézi munkacsoport. Ez nem csak abból áll, hogy minden héten egyszer-kétszer összejönnek és társalognak, beszélgetnek, dolgoznak, hanem itt látszik is az, hogy sokan vannak, szép munkákat elhozták, megmutatták nekünk is, és külön büszkék vagyunk erre a mai napra, hogy azt tudjuk ünnepelni, hogy nem csak Topolya keretein belül érvényesül a maguk munkájuk, hanem a közelmúltban a MIRK kiállításán vettek részt. És én nem akarom méltatni az eredményeket, én a munkához külön nem tudok hozzászólni, de azok az információk, amik eljutottak hozzánk, hogy milyen elismerésben részesültek, és nem csak a csoport részesült külön elismerésben, hanem a csoportnak számos tagja, annak ellenére, hogy nagyon nagy számba vettek részt, sok munkával, sok munkát kiállítottak, tehát az elismerések azok önmagukért beszélnek. A Nyugdíjas Egyesület Orchidea kézi munkacsoportjában járunk, és a vezetővel, Szabó Gizellával beszélgetünk. Mióta létezik ez a kézi munkacsoport? A kézi munkacsoport 2006 óta létezik. Most voltunk 9-szer a kézi munkakiállításon, a MIRK-en, és a Vajdaságira is majd megyünk júniusba. És milyen eredmények születtek ezen a MIRK-en, mennyire elégedettek a kézi munkacsoport tagjai? Hát mi nagyon elégedettek vagyunk, mert első díjat nyertünk a nagy csoportok közt, és most harmadik éve, hogy elsők lettünk. Úgyhogy ez nagyon szép eredmény, nagyon örülünk neki. És milyen technikával készült kézi munkákat vittek? Hát többféle fajta technikával dolgozunk. Vannak fehérhímzés, csipkék, ilyen kézműves dolgok, papírból készült dísztárgyak. Van egy keramikusunk, aki most porcelánból készített ékszereket, avval azt hozta a kiállításra. Vannak ilyen szabadon választott kézimunkák, frivolitás, ami a csipkét illeti, abban is többféle kategória van. Van a frivolitás, van a zsinó csipke, akkor van ez a közönséges, amit úgy horgolnak. Hát sokféle technikával dolgozunk. Milyen eredmények születtek? Nagyon jó eredmények születtek. 96 munkával vettünk részt a kiállításon. Többek között most csatlakozott az Ács József képzőművészeti csoport is. Ők is első díjat nyertek. A 96 munkából 16 nívódíj lett, 70 első díj és 14 második helyezett. Úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Az Orchidea kézi munkacsoport mikor találkozik, mikor gyakorolnak? Minden szerdán találkozunk, délután 1:30-tól 2:30-ig itt vagyunk, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, aki szeret kézi munkázni, vagy ha nem, akkor eljön beszélgetni, esetleg ha meg akar tanulni valamit, vagy megtanítani minket, szívesen várjuk és fogadjuk. Thank you.
Eredményesen szerepeltek a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ tulipán kézimunkacsoportjának tagjai is a 45. Nemzetközi Képzőművészeti Kézimunka, Kézműves és Gyűjtemény kiállításon a Mirken. A 21 tagú csoport az idei találkozón 3 nívódíjat, 7 első, 9 második és 3 elismerő oklevelet kapott. Ennek a csoportnak az az érdekessége, hogy a Nikola Tesla általános iskola 25. negyedik osztályos tanulója, Csagály Valéria és Pán és Csilla tanítványai és egy diák a Csáky Lajos általános iskolából is részt vett a kulai megmérettetésen. Ők mindannyian 25 első és egy nívódíjat kaptak. Az elért eredményekhez Fehér László, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnöke és Ercsi Ilona, a Tulipán kézimunkacsoport vezetője gratulált. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ nevében szeretnélek üdvözölni benneteket és gratulálni úgy a Nikola Tesla 4D és a 4C osztályának, az van kiírva, remélem nem tévedtünk, ugye? Meg a két tanítónénnek is, és még a plusz a Tulipán csoportnak is, aki a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ nevében itt szerepel, és itt mi hozzánk tartozik, tehát a Kodály házhoz tartozik. Most szeretném kiosztani névre szóló diplomáját. Ercsi Ilona, a Tulipán kézimunkacsoport vezetője, ők is ott jártak a napokban a Mirken, és milyen eredménnyel szerepeltek. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, köszönjük a tévének, hogy eljöttetek hozzánk. Igen, még jártunk mi is a Mirkét, első alkalommal voltunk ott, első alkalommal vettünk részt. Hát mondhatom, büszkék vagyunk, mert nagyon szép eredménnyel jöttünk haza. 7 első díjunk, illetve majd úgy mondom 17-en vettünk részt, felnőttek és 25 gyerek. 7 első díjunk lett, 9 második díj, és aminek külön nagyon örülünk, nívódíj, 3 nívódíj lett, a diákok között is egy nívódíj. Most ez abból áll, hogy mi 17 felnőtt vett részt, és bevontunk 2 iskolát, illetve 2 csapatot a Nikola Tesla iskolából, Pánics Csilla tanítónéni és Csagály Valéria tanítónéni osztályát, meg a Csáky Lajos iskolából egyedül egy kislány, aki nagyon merész, 5 munkával egyedül jött el, Hatvani Petra. Hát nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre is, mindannyian első helyezetet kaptak, sőt egy kislány nívódíjat kapott
a Nikola Tesla iskolából, amit gyönyörű eredmény. Úgyhogy nagyon büszkén tértünk haza. És milyen technikájú kézi munkákat mutattak meg a többieknek? Nagyon, illetve többféle munkánk voltak. Horgolások, hímzések, kép, szalma munkák, többféle hímzés, úri hímzés, lüsejes, tehát sokféle, ami belefér mondjuk a varázsba. Természetesen a gyermekek rajzol. A gyermekek, igen, minden gyermek rajzolt egy rajzot, és mindannyiuknak a munkáját egy nagy hammerra fölraktuk, szépen hát kidíszítettek, szóval, hogy mutasson valamit, szépek voltak a munkák. Mit kell tudni a tulipán kézi munkacsoportról, és mikor találkoznak? A mi csoportunk 4 éve dolgozik, itt fönt a Kodály, vagyis a Gorica épületébe, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központhoz tartozunk. Minden kedden jövünk, összejövünk, 3-tól 5 óráig vagyunk, és minden alkalommal kérem, amikor a tévében vagyunk, a topolyai asszonyokat lehetnek, férfiak is, akik szeretnek kézi munkázni, vagy kézmű ügyességgel, mint férfiak is mondjuk ilyen, valamikor asztalos volt, és akkor ilyen barkácsolással, vagy aki csak hobbiból barkácsol, hogy nagyon szeretettel várjuk, jöjjönek a csapatunkba. Nagyon jó csapat, nagyon jó kikapcsolódás, és talán a kultúrát ezzel bővítjük is. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Kultúrvarázsunk végéhez értünk, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt várjuk Önöket.